kezdjük már az intézményt. Mindenkivel egyes emberekkel. Földjel meg is kezdhetitek. Bocsánat. Jó estét kívánok, legyen Kovács Tibor törzsőrmester, a 20. kerületi rendőrkapitányságról. Igazoltatás miatt szeretném elkérni a személyigazolványát. Tehát most minket is igazoltatnak, mert itt engem. Az intézkedés célja. Megfogom. Zabon meg, hogy még kollégánkat igazoltatják a rendőrök. Kressz 21. szabadatodik. Addig ismét én vettem át a... Jelenlévők jelentős részt elkezdték igazoltatni. Panasztételi lehetősége megvan, amelyet a Teve utcában, a Panasz irodában, tud hivatali munkaidőben. Akkor kollégám által a tudomásul vette, ugye? Jó, köszönöm szépen. Nem tudom, de van ugyanígy igazolványom. Tájékoztatom önöket, hogy cselekményükkel Kressz 21. szakasz 6. bekezdését szabálysértést követik el. A szabálysértés miatt a rendőrség el fog járni önökkel szemben. Engem is felírnak még egy köszönöm, persze. Röncsolj! Akkor majd lehet, hogy mi együtt vonuljunk le? Igen, tehát meg is kérném, hogy akkor azt legyen szíves, várja meg. Jaj, köszönöm. És akkor mi együtt lekísérjük a neked. Jó, köszönöm. Ha meg valóban, hogy gondja, hogy igazoltatnak magát, akkor azt mondja, hogy úgyis később folyamán ellenőrzése kerül, és akkor ez csak egy igazoltatás. Mi leszünk ő, mert akkor már valaki felmutat, és akkor a fejlesztésre. De mondtad, hogy elengedtek a sajtókártyával. Jó, de köszönjük szépen. Itt van egy ilyen. Valami diktálja, valami. Akkor kérlek, utána. Köszönjük. Jó, akkor mi levonulunk. Ők jöhetnek, ők megvannak. Jó, mindenki fel van jelentve. Super. Igen. Lehet. Ez itt a Mérce TV élő adása. Igen, éppen már igazoltatódtunk, illetve a Somát most igazoltatják.
tájékoztattak minket teljesen szabályszerűen arról, hogy a felszólítás után ugye aki az úttesten tartózkodik, az a szabálysértési eljárást követ el. És akkor innentől meg ugye, hogyha megtörtént az igazoltatás, akkor ott is látszik. Tehát egyenként levonultatják az embereket a hídról, ahogy az most velünk is megtörténik. Köszönjük szépen!